Minden magyar polgárnak meg kell ismernie az alaptörvényt. Ezért egy országos sorozat részeként mutatják be jogállami kerekasztal beszélgetés keretében Magyarország alaptörvényét. Pécsre az Alkotmánybíróság elnöke dr. Juhász Imre is ellátogatott, ahol előadásában rámutatott az alkotmány minden eleme a haladó magyar hagyományokra és a nemzeti értékekre épül. A jogállami kerekasztal körülbelül 10-11 éves múltra tekint vissza, az alaptörvény hatályba lépése után jött az az ötlet, mikor elég sok nemtelen támadás is érte az alaptörvényt, hogy egy picit próbáljuk meg elmondani szélesebb körben, hogy mit is jelent, úgy a részletszabályai, mint mondjuk az elvei az alaptörvénynek, és hogy ez egy picit fogyasztható legyen, ezért a kultúrával vegyítve ilyen kerekasztal jelleggel gondoltuk ki ezt a programsorozatot. A nemzeti hitvallást Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas színművész olvasta fel. Isten áld meg a magyart! Nemzeti hitvallásunk. Mi, a magyar nemzet tagjai az új évezred kezdetén felelősséggel minden magyarért kinyilvánítjuk az alábbiakat. Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk 1000 évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Mai felbojdult világunkban szükségünk van a megerősítésre. A hitvallásunk is ezt célozza meg, mondta a művésznő. Igen, megtisztelő ezeken a jogállami kerekasztalokon részt venni, mert sokat tanul az ember ilyen fantasztikus jogásoktól, meg egyáltalán. Néha nagyon is fontos, hogy olyan dolgok kerüljenek az ember kezébe, mint a nemzeti hitvallás. Ugye egyrészt én, mint színész, felolvasom a nemzeti hitvallást, amit szerintem nem sokan tudnak, hogy miről is van szó igazából. És igazán szívem szerint szól ez a dolog, hogy a mi magyaroknak hogyan kellene büszkék lenni magunkra, mit tett István királyunk. Én még Reményik Sándor verseket fogok mondani, amely szintén arról szól tulajdonképpen, hogy mit jelent nekünk a hazánk, mit jelent nekünk Magyarország, hogyan kell élnünk, és hogy hogyan kell gondolkodnunk ezekről a nagy dolgokról, főleg ma, amikor minden ellenünk van, minden felbojdul körülöttünk. Tehát kell egy olyan irányvonal, kell egy olyan fonal, amely vezet minket, és megerősít, mert hazudik, aki azt mondja, hogy nem, nincs szükségünk megerősítésre. Megerősítésre van szükségünk, hogy mit jelent magyarnak lenni, mit jelent családban élni, mit jelent fölfelé nézni Istenre. Nagyon fontosak ezek az összejövetelek. A rendezvény a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület közreműködésével valósult meg. A jogállami kerekasztal több mint egy évtizede indult útjára. A beszélgetésen részt vett az alelnök Tordáné dr. Petneházy Judit. Ez 2013-ban indult, mert ugye akkor volt az alaptörvénynek ugye a különböző vitái, meg egyeztetések, és akkor indult, mert úgy gondoltuk, hogy azért ez egy nagyon fontos dolog, azért egy ország életében egy ilyen, és hogy kellene róla beszélni sok mindenről, a vele kapcsolatos jogi dolgokról, kérdésekről, meg hát ennek a szakmai hátteréről. És volt egy elnökségi tagunk, aki közben ugye alkotmánybírósági tag lett, akkor lemondott az elnökségről és a tagságról is, de tulajdonképpen őt kértük fel utána akkor, hogy jöjjön és tartson ezzel kapcsolatosan előadást, aztán volt egy év, amikor nem ő, hanem más alkotmányjogász tartott, de bejártuk az egész ország területét, aztán határon túli területeken is voltunk, nagyon-nagyon érdekelte őket, és Marosvásár helyen is voltunk, Csíkszeredába, Felvidéken voltunk, tehát nagyon-nagyon sok helyre eljutottunk vele, és nagyon érdekes, mert ugye az alkotmányhoz, illetve hát az alaptörvényünkhöz rengeteg egyéb jogszabály kapcsolódik, mint tudjuk, és ezeknek a különböző kérdéseiről is akkor szó került, ami ehhez kapcsolódott. És nagyon érdekelte az embereket, és sok jó előadás hangzott el.
Az alaptörvény változik, úgy, ahogy a társadalom is változik, hangsúlyozta az Alkotmánybíróság elnöke. Ezekre a kihívásokra nem biztos, hogy az alapító atyának adott esetben gondolnia kellett volna. Tehát önmagában az, hogy van egy módosítás, én mindig jobbnak gondolom, hogyha az alkotmányozó hatalom módosít, mint hogyha más megoldásokat találunk erre. Mert azért a nagyvilágban van arra törekvés, hogy ne a tagállamok, és mondjuk alapszerződés módosítással adott esetben ne a törvényhozó, hanem mondjuk valamiféle új bírósági jogértelmezéssel történjenek meg áthangolások és átértelmezések. És azt gondolom, hogy mindig jobb, hogyha ez a törvényhozó ágát vált, nyilván az alaptörvény esetében az alkotmányozó hatalomnál van. A jogállami kerekasztal a Pécsi Polgári Szalon Egyesület szervezésében érkezett Pécsre. Maga a témaválasztás az általában vagy megkeresése történik, vagy pedig azokat az aktuális kérdéseket vetjük föl, amelyek akár magyar nemzet szintjén, akár országos szinten, vagy pedig helyi szinten lehetnek érdekesek. Ez nem sokára a helyi szintű érdeklődésbe is fog hajlani, amikor egy picit majd arról is fogunk beszélni, hogy merre és hogyan fog Pécs tovább haladni ebben az érdekes politikai helyzetben, de ez egy más kérdés lesz és más téma, de hamarosan ilyenekkel is fogunk jelentkezni. A rendezvény a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület közreműködésével valósult meg. Az eseménynek a Magtár Rendezvényház adott otthont.